Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend, a Kölcsei Televízió kulturális programajánló magazinja. Az online tér helyett ismét a szokott helyszínen és módon zajlik az idei Kantémus Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus. Idén világversenygyőztes együttesek érkeznek Nyíregyházára. A programokról Szabó Soma Lisztdíjas karnaggyal, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgetünk. Tyukod tehetséges gyermekeit fogja össze a Kolibri Művészeti Iskola roksulija, Pongótó zenetanár és két diákja érkezik hozzánk. A Tokaji Fesztiválkatlan hídén is kiemelt helyszínen lesz a térség kulturális programjainak, a híradó után a Katlan előadásairól lesz szó. Színházi ajánlónk is lesz, közeledik a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelem című zenés színű bemutatója a Rózsakert szabadtéri színpadon. A művész stúdióban pedig a Zrínyi Ilona Gimnázium színjátszóköre, a Zigzug pódium előadása mutatkozik be, már is kezdünk. Idén újra a szokott helyszíneken és módon zajlik a Kantémus Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus. Az együttesek idén nem versenyeznek, a közönség azonban világversenygyőztes kórusokat láthat és hallhat élőben. Vendégünk Szabó Soma Lisztdíjas karnagy, a fesztivál művészeti vezetője. Szia, jó estét! Jó estét kívánok! Hát nagy az öröm a Kantémus házatáján, lehet ezt mondani? Hát igen, végre történik valami. Ugye az idei év az már így a Covid-ból való felépülésnek a égisze alatt zajlott. Post-Covid kórusmódra, ami egyébként jó, mert nem fáj. Igen. De hát ugye most minden páros évben kerül megrendezésre ugye a Kantémus Fesztivál, és most újra fesztivál év jött. Hát nagyon nagy lelkesedéssel vágtunk bele, hogy akkor újra fesztivált szervezünk. Bár úgy látszott, hogy a világ kórus élete egy kicsit tényleg megakadt az elmúlt két esztendőben, hát ugye sok kórus meg is szűnt, meg nem tudtak dolgozni, és akkor ugye még nem mernek igazából nemzetközi porondra lépni. De hát hál' Istennek van annyi kórus kapcsolatunk, hogy azokat a nagyon jó énekkarokat, akikkel már más nemzetközi versenyeken találkoztunk, akár több alkalommal is, felkerestük és megkérdeztük, nincs-e kedvük most akkor itt Nyíregyházán egy ilyen jamborira, és hát mindenki nagyon lelkesen jelentkezett, úgyhogy most célzottan hívtuk az énekkarokat, akiket mi megfelelő színvonalúnak tartunk ahhoz, hogy a nyíregyházi közönség elé álljanak, azokat hívtuk ide, és hát jönnek és hozzák a színvonalat, és úgy tehát most nagyon lelkesek vagyunk, hogy akkor itt megint egy fantasztikus fesztivál lesz. Hát igen, akkor ezek szerint világszínvonal, mert hát ha valaki tudja, hogy mit jelent a top igen. Egybe vagy kettőbe lenni, akkor ugye azok a Kantémus kórusok. Igen, hát valóban ugye voltak olyan nagyon furcsa intézkedések, hogy például énekelni sem lehetett, úgyhogy el tudom képzelni, hogy ez valóban megakasztotta ugye a kórus életet. Nem beszélve arról, hogy míg mondjuk egy nagy zenekart esetleg el tudok képzelni úgy, hogy játszanak és maszk van az arcukon, de azért mindez egy kórus igen. Esetében szóval eléggé furi. Hát ugye nagyon, nagyon furcsa intézkedéseken, illetve nagyon furcsa próbálkozásokon estünk mi is át. A kantémuszos lányok is Spanyolországban maszkba kellett, hogy koncertezzenek, tehát ilyen teljesen szinte szürreális dolgok is történtek a világban, de hát most már túl vagyunk rajta, és most egy igazi, rendes fesztivál ígérkezik. Nagyon színes lesz a kínálat, mert Amerikából Görögország, Spanyolország, Törökország, Észtország, Dánia, szóval nagyon, nagyon különböző kultúrákból érkeznek majd énekkarok, és hát remélem, hogy tényleg hozni fogják azt a formát, amiben bízunk. Mi nézők hol találkozhatunk a kórusokkal? Ugye megint csak több helyszínen lesznek koncertek, lesznek ingyenes rendezvények is, ami bárki díjmentesen látogat, és vannak kiemelt rendezvények, amire azért belépő díj megfizetése mellett lehet bejutni. A központja ugye a Kodály Zoltán általános és a Kodály terme, de a római katolikus templomban, a zsinagógában is lesz hangverseny, illetve lesznek vidéki koncertek, Tiszadada, Válaj, Nyírbátor, Nyírbogát, Gávavencselő, Tokaj helyszíneken, és hát a szokásos gála koncert, ami ugye mindig a megkoronázása a fesztiváljainknak, az a Continental Arénában augusztus 20-án lesz megrendezve,
és hát nagyon várjuk a közönséget. És hagyd mondjam el, hogy most az idén először egy fesztivál bérletet is kibocsátunk, ami azt jelenti, hogy a bérletvásárlók mindegyik koncertre eljöhetnek, sőt, még a vidéki koncertekre is csatlakozhatnak, ahová buszjáratot biztosítunk nekik. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy érdemes Cantimus bérletet, Cantimus fesztivál bérletet venni, hogy a legjelentősebb és a legizgalmasabb eseményekről ne maradjanak le. Vagy ha valaki beleszeret mondjuk valamelyik kórus tagjába, akkor végig tudja a rócsót hát követni, hogy mondjuk egy ilyen romantikus szállat is végigfuttassunk, és persze azért ugye zajlik egy kórusvezetői kurzus is ilyenkor. Igen, most ezen hányan lesznek, vagy hányan vesznek részt? Már vannak jelentkezők, a pontos létszámot most nem tudom, de úgy tűnik, hogy ez is a szokásos mederben meg tud valósulni. Ugye Szabó Dénes Karnagy úr vezetésével, illetve a Promuzika és a Cantimus gyermekkar közreműködésével zajlik. A világ minden tájáról érkeznek fiatal karvezetők, akik szeretnék kipróbálni magukat. Ugye ez úgy tűnik, hogy egyébként legalábbis nézői szempontból, hogy egy fantasztikus kínálat, tényleg különleges zenei csemege, azért nektek, akik benne vagytok, nagyon komoly munka, egyrészt ugye a kórusokat megfelelő módon ellátni, kísérni, és valahol azért van ennek egy olyan fajta missziója is, hogy azok, akik életükben nem voltak Magyarországon, és nem tudják, hogy hol is vagyunk és kik vagyunk, azért mégis egy maradandó emlékkel, élménnyel távozzanak. Úgyhogy ehhez gondolom, hogy kell gasztronómia, egyéb kulturális összetevők, megfelelő szállások. Igen, és hát mindig próbálunk olyan szabadidős programokat biztosítani, ami ugye közelebb hozza hozzájuk Nyíregyházát, illetve a térséget. Nagyon jó kapcsolatunk van az állatparkkal, a fürdővel, úgyhogy ezek soha nem maradnak ki a szabadidős tevékenységek közül. És hát eddig mindig az volt a tapasztalat, hogy mindenki úgy ment el innen, hogy ők nem is gondolták, hogy itt ilyen csodák fogják várni őket. Úgyhogy reméljük, hogy az idén is így lesz. Igen, és azért én ugye egykori kodályosként és kodályos gyerekek szüleiként tudom azt, hogy azért ott azért sok-sok próbán vesznek részt a gyerekek, jönnek, mennek, részt vesznek a kórusok vendéglátásában, kísérésében, és olyan jó aztán együtt egy ilyen felemelő, nagy bulin részt venni, mielőtt utána meg már lassan kész szülnének az iskolára, úgyhogy ez egy szinte az egész augusztust átható program. Gondolom, hogy a Cantimus oldalán mindenféle bérletinformációt és minden egyéb ingyenség megtalálható. De hát azért addig még itt van a kórusoknak feladata, valamilyen utazás egyébként lesz-e hát addig? Van, igen, mert hogy végre lehet mozdulni, most akkor mozdulunk, úgyhogy több verseny is előttünk áll. A gyerekek Rómába utaznak egy nemzetközi versenyre, a Promuzikás lányok Goriciába nemzetközi versenyre, és az ifjúsági vegyes kar szintén Olaszországban Firenzébe fog egy versenyen megmérkőzni. Ez mind most a nyári két hónap alatt fog lezajlani. Úgyhogy nagyon izgalmas nyarunk lesz, és hát aztán megjön a mi fesztiválunk, amire meg mindenki készül. Az pedig a vendéglátás versenye lesz tulajdonképpen, ha lehet ezt mondani. Soma, köszönjük szépen, és sok sikert majd a versenyekre. Kedves nézők, a Zentai Magyar Kamaraszínház lesz a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának díszvendége. A teátrum igazgatójával készült videóinterjú következik. A Zentai Magyar Kamaraszínház lesz az idei Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának díszvendége. A június 24-től július 2-ig tartó találkozóra a vajdaságiak 3 előadással érkeznek. Ifjúsági és fölnőtt előadások ezek, amelyeket leginkább az ifjúságnak és a fölnőtteknek szántunk. A fogadós nő az, ahol ugye hát egy olyan előadás készült, azt hiszem, hogy mivel hogy Nyíregyházán játszott nagyon sokáig, és Debrecenben is folyamatosan ott volt Mészáros Tibor, aki a rendezője ennek az előadásnak, én azt hiszem, hogy a nézők nagyon kíváncsiak lehetnek, hogy a Tibor mit is állított színpadra. De nagyon jó dolgozott nálunk, hiszen a színészeink nem csak a színpadon játszanak színészként, hanem hangszereket is a kezükbe veszik, és ugyanakkor egy nagyon szép nyelvezete készült az előadásnak, amikor ugyanis nem használnak kelléket, hanem csak azt, hogy csak imitálják. Akárhol megjelentünk ezzel az előadással, mindenhol nagy szeretettel fogadták.
A Novecento, ez egy olyan monodráma, amit azt hiszem, hogy mindenkinek ajánlhatunk. Ez egy olyan világról szól, ahol egy zongorista egy hajón született, és ott élte le az életét, és egész másképp látja a világot. És amikor kilép a szárazföldre a végén, de erről most pontosan nem is szeretnék mesélni. Az Ördögölő Józsiás pedig ugye azt hiszem mindannyiunk számára ismert Tamási Áron darabról van szó. Az Entai Magyar Kamara Színház az elmúlt 14 évben sok változáson ment keresztül, hiszen az első 5 évben nem voltak színészeink, hanem vendégművészekkel játszottuk az előadásainkat, és utána érkezett egy társulat, hogy egy társulatnyi frissen diplomált színész, na hát majdnem azok vannak ma is egy néhány frissítéssel, újítással. Így van most az idén 6 színészünk, és akkor még néha-néha van egy-egy beugrónk, akikkel játszunk az előadásainkat. Mi elsősorban Zentán játszunk, de ugyanakkor tájolunk is délvidéken a gyerek előadásainkkal és a fölnőtt előadásainkkal is. Ugyanakkor nem csak délvidéken játszunk, hanem szoros kapcsolatunk van a Soproni Petőfi Színházzal, ahol Pataki András igazgató úr sokszor az előadásainkat beépítette a bérletbe. Tehát is már is így már 6-7-8 éve a bérletbe is járunk Sopronba. Ugyanakkor az egész Kárpát-medencét bejárjuk az előadásainkkal. Nagyon sok jó kapcsolatunk van Magyarországon és Magyarország határain túl. Úgyhogy elég mozgékony és mozgalmas az életünk. Persze itt a pandémia azért közbeszólt, azért itt leállt a játszási tempó, de legalább tudtuk rendezni a sorainkat. Úgyhogy most, amióta újra lehet játszani, most újra nagy lendülettel jövünk, megyünk, és újra tele vagyunk sok tervvel. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 14 év, amióta létezik az Entai Magyar Kamara Színház, az készítette elő azt, hogy az idén meg legyünk hívva, mint díszvendég. Ennek nagyon örülünk, és nagyon nagy dolog ez számunkra. Ezeken az előadásokon kívül még egy kiállítást is viszünk magunkkal. Viszünk magunkkal az elmúlt 10 év plakátjait, tehát a plakátjainkból van egy kiállításunk, és természetesen még ugyanannyi, még egy 30 képet is viszünk magunkkal az elmúlt évek előadásaiból, hogy egy kicsit jobban megismerjék a színészeinket és a produkcióinkat. Tehetséges fiatalokat fog össze a Kolibri Művészeti Iskola Tyukodi Rocksulia. A példaértékű kezdeményezés egyik elindítója Pongó Ottó zenetanár növendékeivel, Kis Dominik Lászlóval és Feka Emília Erikával érkezett hozzánk. Sziasztok, jó estét kívánok! Szép Talpig, Kolibri Ami feliratú pólóban, ugye, ami a Kolibri Alapfokú Művészeti Iskola logóját jelenti. Hát Ottó, te nagyon stílusos vagy, ugye a rocksulihoz mindenféle karkötőkkel felszerelkezve. Ez egy életérzés, ami szerintem maga a rockzene, ami ezek szerint nem csak a mindennapokat, hanem az oktatást is áthatja a te esetedben, hiszen nem csak éled ezt, hanem tovább is adod. Igen. Ez volt a motiváció, hogy ezt a generációt is egy picit elindítani a rock zenét kedvelők nagyon-nagyon széles útján? A történetünk nekünk ott kezdődött, hogy az egyik barátom, régi tanítványom, akit akkor valamikor megfertőztem a zenére, ő most kollégám, és mondta, mellettünk volt a Takarék Szövetkezet épülete, és mondta, hogy csináljunk ott egy rocksulit. Tehát eleinte olyan bizarrnak tűnt az ötlet, de azt mondta, gyerekeket fogunk tanítani, meg a falra majd gitárokat rakunk, és akkor a gyerekek csinálunk zenekat, és majd fellépnek, és ezért. Gondoltad, hogy valami nagyon fura dolgot hívott a kollégád? Azt hittem, valami baja van, meg napszúrást kapott, vagy valami, és
addig-addig mondta, hogy azt mondtam, hogy hát próbáljuk meg, és Pocsamán van egy alapfokú művészeti iskola, ugye a Kolibri. Megkeresték az igazgató, azt mondta, hogy lenne ez az ötletünk, hónapig gondolja meg. Azt mondta, igen. Tehát egy másodperces gondolkodás után rábólintott, de mondtuk, hát ez nem ennyire egyszerű, meg hangszert kell venni, meg ide. Hol kell hangszert venni? És elment, megvette a hangszereket, nagyjából ennyi. És akkor elkezdtük toborozni a gyerekeket. És sok mindenkiről kiderült, hogy nagyon tehetséges bizonyos hangszerek játékában. Ez ugye nem derült volna ki, ha ez nincs. Mert hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a gyerekek korábban soha nem próbálták ezeket a hangszereket? Nem. Tehát az volt az alap gondolat, hogy rockzenét, mert hát ugye én inkább a rockzene, mert van másfajta zenei oktatás, de akkor azt mondtuk, hogy élőben hangszerekkel rockzenét tanítunk, és ez volt a gondolat. És akkor toboroztunk gyerekeket. Hát fogalmuk nem volt, hogy most mire vállalkoznak ők, mert soha nem vettek hangszert. Nem? Hát nekünk meg főleg. Vagyis hát nekem Sanyinak volt, Bélbár Sándor barátomról beszélek, ő neki volt, mert ezelőtt Csengés Imán tanított gyerekeket. Tehát akkor mondjuk már Sanyi legalább az alapokkal bírt azt illetően, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk bejön 10 gyerek, aki életében nem fogott gitárt a kezébe. Igen. Soha nem volt mikrofon a kezébe. Viszont úgy alapvetően van kedve itt lenni, mert szerintem körülbelül ennyiről szólt. Igen. Ők se a világhír felé indultak, vagyis tudod mit? Most kérdezzük meg akkor. Erika, amikor te hallottál erről az egészről, egyáltalán kitől hallottál arról, hogy lehetsz csatlakozni a Tyukodi Rock suliba? Hát ugye ez a Tyukodi általános iskolában elterjedt ez a hír, hogy megvalósult ez a rocksuli, és én szeretek énekelni, táncolni is, és így jelentkeztem, hogy szeretnék járni. De gondolom, hogy a rockzenéről azt gondoltad, hogy ezek ilyen bőrcuccos, nagyon vad emberek, akik mindenféle őrült dolgot csinálnak a színpadon. Gondolom, igen. Nem ez a stílus volt azért a legkedveltebb számodra. Nem, de úgy érdekesnek tartottam, hogy... Uh-huh. És Laci, te hogy voltál ezzel? Hát, hozzám csak, hogy az egy tanár kérdezte, hogy szeretnék-e menni, és én megmondtam, hogy szeretnék. Ez tök mindegy, ha focizni hívnak, akkor is rábólintottál? Vagy azért volt egy kis elhivatottságod a zene felé, vagy szereted a zenét? Hogy hát, van ez? Hát, zenét szeretem, meg úgy énekelni, csak azt mondják, hogy jól tudok. Uh-huh. Aztán úgy gondoltam, hogy akkor megyek. És akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Igen. Hát aztán most úgy tűnik, hogy lett belőle egy egész komoly produkció, amit most már több mint 1000-en megosztottak, és több mint 21 000-en láttak. Egy kicsit ott akkor mesélj erről a dalról, ami úgy tűnik, hogy tényleg egyre népszerűbb a neten. Igen, az, én már régen megírtam ezt a dalt, és az volt a nagy álmom, hogy ezt népi hangszerekkel kellene megcsinálni. És Cifra Banda, kárpátaljai zenekart szerezte ebben a művészeti iskolában tanított tánctanár, bár csak azt mondja, hogy ő ismer egy zenekart, és ők eljátszák. Hát én eldudoráztam, mire gondolok, nagyon profik voltak, és egyből megfogták a hangulatot, meg stb. És akkor gondoltam, hogy fel kellene énekelni, és hát mivel a két jelenlévő rocksulisnak nagyon jó hangja van, és én nagyon szeretek velük dolgozni, gondoltam, hogy ők, és akkor mi stúdióban is megcsináltuk. Csak akkor még Lacinak nem mutált el a hang, és nagyon vékony hangja volt, és most így jobb. Tehát, és felénekeltük, ez Pós Alajosnak a Magyar vagyok című verse, és hát elkezdtem osztogatni, ismerőseknek küldözgetni, és mikor egy nap alatt 5000 ember megnézte, akkor gondoltam, hogy jól gondoltam, hogy ez a dal azért valamit jelent sok embernek. Készült videóklip is, vagy tulajdonképpen ez a zenei anyag valamilyen képekkel felturpulta? Március 15-én adtunk egy műsort a Művelődési Házban, és ott ezt felvettük. Uh-huh. És tulajdonképpen a március 15-i felvételt raktuk fel az internetre, és azt küldözgettem azt a linket, és hát Magyarországon is sokan megnézték, de inkább Kárpátalja, meg a Felvidék, és ahol Magyarország, tehát magyarok élnek külföldön, azoknak küldtem, vagy azoknak mutogattam meg, és hát ott mindenkinek, hogy magyar vagyok azért, az külföldön inkább
tehát nagyot sütött. Tudod, sokszor el kell veszíteni azt, amink van, vagy el kell távolodni attól, igen, amitől vagyunk, és olyankor kezdik az emberek igazán értékelni akár mondjuk a magyarságukat, ami sokszor Magyarországon éppen talán nem is annyira öröm, hanem sok esetben ugye sokszor bosszankodunk, és azt mondjuk, hogy na hát ránk magyarokra ez jellemző, vagy az jellemző, de ha egy picit messziről nézzük, akkor talán látjuk az értékeinket is. Ugye ne, azért nem csak a két fiatal van ebben a rockbandában, illetve rock suliban, bocsánat, most tulajdonképpen egy ilyen felturbózott rockbanda, az ugye a Cifra zenekarra, ha mondhatom így, mert ők a zenei alapot játszották föl. Annyi részesei ennek a történetnek, hogy ők feljátszották ennek az egy dalnak a zenei alapját, és hadd mondjam már, hogy egy dolog megírni egy dalt, egy zenét, és egy dolog egy zenekar feljátszott, de ha nincsenek ők ketten, akik ilyen nagyszerűen eléneklik, akkor ő nélkülük, hogy ez nem születhetett volna, meg ez muszáj, hogy elhangozzon. És ugye azt kérdezted, hogy nem csak ketten nyilván, hanem van egy teljes, már komolyabb zenekar, ő 8 fős, de a rocksuliba, Tyúkodon is van a rocksuli, Polcsabán, és most már Págyadon is, ha több mint 30 gyereket oktatunk. És milyen hangszereket tanítottok? Vagy valaki énekel, valaki gitározik? Így, tehát gitár, basszusgitár, szintetizátor, dob. És ugye érdekességnek mondom, mert a dob két lány dobol. Tehát két lány dobosunk van. Tehát most egy másik dolog jutott eszembe, volt egy programja a rendőrségnek éppen az elkallódás és a bűnmegelőzési egyik ilyen program, ahol gyerekeket tanítottak zenélni. Most nem akarom összemosni a kettőt, de ugye azt sokan elfelejtik, hogy az az idő, amikor a gyerekek egy értelmes, katartikus élményben részesülnek, akkor is az életnek a pozitív oldalában merítkeznek meg, és hogyha a lelkük is színesedik, akkor ugye nem jut eszükbe az, hogy valami butaságban vegyenek részt, vagy rossz dolgokban. Igen. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ilyen módon is célt és értelmet adjunk a gyerekeknek. Arról nem beszélve, hogyha nem vagytok, akkor lehet, hogy soha ki nem derül, hogy ezek, igen, a gyerekek valóban tehetségesek. Ez mindenképpen nagyon jó, hogy mondtad, mert ezt akartam elmondani, hogy soha nem derült volna ki a két dobosról, vagy a két basszusgitárosról. Ők tudtuk, hogy jól énekelnek, de hogy Emilia gitározik is, tehát hogy ilyen jó gitáros, ez nem derült volna ki a dobosokról sem. És még egy dolgot muszáj, hogy elmondja, Pócsamán voltunk egy ilyen segélykoncerten, illetve ők énekeltek, és nagyon-nagyon-nagyon szépen, tehát nagyon jól sikerült, hogy az élőnek az, hogy egyszer ilyen, egyszer olyan, de akkor nagyon, és az egyik ismerős mutatta, hogy tehát, hogy libabőrös lett, amikor ők ketten énekelték, és ez nagy élmény. Na hát, fiatalok, gratulálunk, nagyon sok sikert kívánunk nektek, Ottó neked és Sanyinak pedig elkötelezett, kitartó pedagógiai munkát, és szintén sok sikert, és annyira felcsigáztatok minket, hogy milyen is ez a dal, amit immár 21 ezren láttak, és több mint ezren megosztottak, hogy a következő percekben meg is nézzük, illetve meghallgatjuk. Köszönjük szépen. Nektek köszönjük szépen. Kedves nézők, Magyar vagyok, ez tehát a címe a Tyúkodi Rocksulisok következő produkciójának. Várjuk Önöket vissza a híradó után is, zenés és színházi programokat ajánlunk a következő napokra. Széles e világnak, fénye gazdagsága,
el nem csábít innen, idegen országba, aki magyar nem tud sehol boldog lenni, szép Magyarországot nem pótolja semmi. Kedves nézőink, folytatjuk a víkendet. A Tokaj Fesztiválkatlan idén is színvonalas előadásokat kínál. Vendégünk dr. Fintor Gábor, ügyvezető igazgató. Szia, jó estét! Szia, jó estét kívánok! Hát nekem nem régiben volt szerencsém veled Tokajban is találkozni, a Fesztiválkatlanban, úgyhogy már ott beszélgettünk, és elmondtad, hogy milyen nagyszerű lesz ez az esztendő is. Viszont már ugye ez a hétvége is nagyon izgalmasnak ígérkezik. Most adjátok át a polgármesterek borát, jól tudom? Így van, a polgármesterek bora az a Tokaji bornapokon kerül átadásra, ahol számtalan program, kulturális, gasztronómiai programok, zenés koncertek és borátadási ceremónia is történik, igen. Hát gyakorlatilag ez akár egy jó szezonkezdés lenne, de hát azért ez már megkezdődött korábban egy nagyszerű gyereknapi rendezvényen, és hát ugye folytatódnak az események a Fesztiválkatlanban, illetve a színházban is, meg hát Tokaj számos pontján. Azt gondolom, hogy a nyár sok-sok izgalmas rendezvényt hoz majd. Most egy picit koncentráljunk akkor a Fesztiválkatlanra, a nagy nevekre, a különlegességekre, mi mindenre tudunk jegyet venni ebben az esztendőben. Hazai és világsztárok érkeznek idén a Fesztiválkatlanba. Én azt gondolom, hogy két év után tényleg egy kicsit fellélegezhetünk, és most ez az első olyan szezon két év után, 2019 után, amikor tiszta lappal és úgy szervezhetjük a programokat, hogy tényleg szabadon várhatjuk a közönségünket, és ennek megfelelően visszatértünk ahhoz a koncepcióhoz, az a filozófiához, amit tulajdonképpen már évek óta elkezdtünk, hogy világsztárokat is meghívjunk a Fesztiválkatlanba, úgyhogy ezúttal is most két világsztár is érkezik majd idén nyáron a hazai szupersztárok mellett. A két világsztár, az egyik Richard Clayderman, a legismertebb zongorista a világon, a francia virtuóz majd a legismertebb slágereit és fantasztikus zongorajátékát is bemutatja augusztus 27-én a Fesztiválkatlanban. Egyébként erre az eseményre a legnagyobb az érdeklődés jelen pillanatban. A másik pedig, a másik világsztár, a szerb trombitás Boban Marković, aki Rezes bandájával, illetve ezúttal kiegészülve Paja Beával áll majd a Fesztiválkatlan színpadán, úgyhogy ez a két világsztár igazi kuriózum,
mafiózumnak tekinthető, azt gondolom ebben a tekintetben. És hát ugye a hazai sztárok is itt lesznek, úgy mint például Rózsa Magdi augusztus 6-án, Majka és Curtis július 24-én, vagy éppen Ákos koncertje, amely majd szeptember 3-án a szezonzáró akkordja lesz a Fesztiválkatlan programsorozatának. Ezek alapvetően a koncertek, de hát ezen kívüli számtalan műfajban jeleskedünk, számtalan műfajjal várjuk a közönségünket. Egy picit, ha vissza zongorázhatok most így stílusosan Richard Clédemanhoz. Ugye hát nyilván ott maga a zongora játék az, ami olyan zseniális, hogy az magával ragadja az embert, de mégis ugye a mai kor elvárása az, hogy valami még látvány is legyen, tehát már a koncertlátogatók is éhesek tulajdonképpen a vizuális tuningra. Nem tudom, hogy kell elképzelni mondjuk az ő koncertjeit? Hát a vizuális tuning ebben az aspektusban azt gondolom maximálisan kielégíti a Fesztiválkatlan közönségét, hiszen a megvilágított sziklafal, a környezet, az a romantikus nyári hangulat, ami jellemzi a Fesztiválkatlant, az már önmagában ad egy olyan érzést az odaérkező kedves nézőknek, hogy tényleg egy ilyen romantikus nyári hangulatban fogja majd varázsolni Richard Clayderman őket. Ő érkezik a zongorával, de ezen kívül lesz még számos látványelem, számos meglepetéssel is készülünk a közönségünknek, úgyhogy ha nyár, akkor Tokaj Fesztiválkatlan, úgyhogy tényleg még számos egyéb más programelemmel is várjuk a kedves nézőket. Na, akkor egy picit ezekre is koncentráljunk, ugye eddig voltak a koncertek, és akkor hát ha ott van egy csodálatos színpad, akkor nyilván a színház sem hiányozhat. Így van, pontosan. Egyébként 3 játszóhelyszínen szervezzük a programunkat, a Fesztiválkatlan nagy színpadán, amely 2500 férőhely befogadására alkalmas, Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színpada, ahol a minőség, a kultúra és a gasztronómia találkozik. A teátrumban, illetve a Paula Jede Színházban is szervezünk programokat, eseményeket. Ami a nagy színpadot illeti, ott például musicalek tekintetében látható lesz majd a Gyöngyhajú Lány, amely az Omega slágereket dolgozza fel, Nők az idegösszeomlás szélén, vagy a Csárdás királynő, mint operett július 16-án, úgyhogy színház tekintetében is bővelkedünk, vagy éppen a Zempléni Fesztivál keretében a Mária evangéliuma, rókopera majd augusztus 13-án. Egyébként úgyhogy a teátrumban pedig kisebb előadások, koncertek, illetőleg tematikus beszélgetések lesznek láthatóak és hallhatóak, de a Paula Jede Színházban is lesznek színházi produkciók, mondjuk az Illúzió mesterei, vagy éppen a Karinti Színháznak a nemrég bemutatott legújabb darabja, a Fat Pig, úgyhogy számos hazai sztár, világsztár, mindez nyáron a Fesztiválkatlanban. Igen, hát érdemes nézni a Katlan oldalát, ugye, jegyeket időben foglalni, ahhoz igazítani esetleg a nyár egyéb eseményeit, mert azért hát tudni lehet, hogy itt az utolsó pillanatban tényleg a világsztárok előadásaira már nem biztos, hogy tudnak jegyet szerezni, bár akkor is el lehet ütni kellemesen az időt Tokajban, hogyha valaki lecsúszik egy előadásról, de mégis, hogyha esetleg vendégeket vár, vagy tényleg szeretné megmutatni, hogy milyen kincsekkel rendelkezik itt Észak-Magyarország, akkor érdemes időben koncentrálni. Ugye említetted a világsztárokat, én azt gondolom, hogy már a mi magyarjaink is, nekünk legalábbis világsztárok. Ugye Rózsa Magdi még a szülése előtt járt a Fesztiválkatlanban, és az is szenzációs volt, nyilván most talán az érzelmeit tekintve, amik eddig is túlcsordultak sokszor, lehet, hogy még gazdagabb lesz, és reméljük, hogy a zenei palettáját tekintve is. Na hát Majka és Curtis pedig megint egy egészen más réteget céloznak meg, bár ez a réteg is úgy veszem legalábbis én észre, hogy egyre szélesebb, ami az életkort jelenti. Abszolút, és tényleg ez is azt mutatja, ez a változatos kínálat, hogy minden korosztálynak megpróbáljuk az igényét kielégíteni kulturális tekintetben, de nem véletlenül a szlogán a Tokaj városának fehér borok, színes kultúra, hogy színes a paletta, változatosak a programok, és hát ott vannak igen a finom tokai borok, aki Tokajba érkezik, ott számos kincset, ahogyan említetted, felfedez,
rendezhet. Ezek közé tartozik majd például a vezetett borkóstolók is, amely egy különálló programelem, vagy éppen a fesztiválkatlan vacsorahajó, tehát a gasztronómiát is mindenképpen erősítjük, a kulturális turizmust, úgyhogy minden szegmensre igyekszünk odafigyelni maximálisan. Gábor, köszönjük szépen, az biztos, hogy te egy méltán irigyelt személy vagy ilyenkor Tokajban, hiszen ott vagy a rendezvényeken, megkóstolod a finomságokat, és nyilvánvalóan a finom borokat is mértékkel, de hát emögött azért rengeteg munka van, hogy ne csak learasd a babérokat, hanem a nézők számára rengeteg örömet okozzatok. Köszönjük szépen még egyszer. Hogy köszönöm szépen, minden jót kívánok. Kedves nézők, magyar irodalmi klasszikus és Presser Gábor zenéje találkozik a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című zenés színműben. A valós eseményeken alapuló történetet a Móricz Zsigmond Színház társulata mutatja be június 18-án a Rózsakert szabadtéri színpadon, az előadás azonban a következő évad repertoárjában is szerepel majd. Jó estét nyár! Jó estét, szeretem. Fejes Endre 1969-ben megjelent igaz történeten alapuló regénye mára klasszikusnak számít a magyar irodalomban. Filmes adaptációjában a 70-es évek színész egyéniségei nyújtottak kivételes alakításokat, a Víg Színházban született zenés színpadi változat pedig Presser Gábor dalaival vált széles körben ismerté. Most a Móricz Zsigmond Színház társulata vitte színre a darabot. Presser Gábor klasszikus dalait Zságer Varga Ákos barátom hangszerelte újra és modernizálta, rendkívül dinamikus és modern hangzásvilággal, szóval én azt gondolom, hogy az egész előadásnak fantasztikus zenei világa lett így, kettejük szerzői tevékenysége által, de az egész formanyelve, az egész univerzum, amit megteremtettünk, az nagyon is mai és modern színházat csinál. A történet pedig olyan emberi érzésekről szól, amik szerintem a mai ember számára ugyanúgy átélhetőek, mint amikor a regény keletkezett. A történet középpontjában egy titokzatos görög diplomata, Viktor Edman áll, aki luxus éttermekben fényűző vacsorákkal hódítja a fiatal magyar lányokat, akik bele is szeretnek a férfiba. A fiatalember kedves és nagyvonalú, ám időnként hirtelen ingerülté válik, viselkedése furcsa lesz. Itt tanulsz? Vagy talán a követségen dolgozol? Követségen? Tényleg? Mi a beosztásod? Csibész! Titok? Én most lépcsőház vécé. Tényleg csibész vagy. Nagy csibész! Te is. És hol laksz, amikor itt vagy Pesten? Nagy szálloda. A Margit szigeti nagy szállóban. Az az! Te honnan tudja? Elképzeltem, hol lakhat egy diplomata. Mennyire szép lehet a szobád. Prima. Akarod látni, igaz? Legyen szíves! Jézusom, én nem azért mondtam. Az összetett karaktert Tar Dániel alakítja, aki tavaly főiskolai gyakorlatra érkezett Nyíregyházára, a színház pedig a következő évattól le is szerződteti a művészt. Kevés olyan döntésünk volt szerintem, ami ennyire jól sikerült, mert elképesztő, amit a Dani, a Tar Dániel művel ebben az előadásban. Tehát egy olyan alakítást nyújt, ez, és egy ilyen fiatalembernek nagyon megterhelő lehet még a pályájának ennyire az elején, hogy egy ekkora főszerepet, ami az előadás első percétől az utolsó másodpercig róla szól. Ezt végigvinni, és nem csak az alakítást magát, hanem ugye tánccal, énekkel, mindennel, érzelmileg, ez egy nagyon nagy feladat, és azt gondolom, hogy a Dani erőn felül teljesített benne, és egészen kivételes alakítást nyújt. És rajta kívül még szintén nagy örömöm ebben az előadásban, hogy a fiatalabb generációk játsszák a főbb szerepeket, akik kivétel nélkül meg tudják csillogtatni a tudásukat, tehát azok a fiatalok, akik most idejöttek hozzánk a Móricz Zsigmond Színházba, egytől egyig meg tudják mutatni oroszlán körmeiket, kivételesen érzékenyen és okosan játszanak benne, gyönyörű szépek mindezzel együtt, és a színháznak az úgymond veteránjai, tehát a felnőttebb korosztályok is felbukkannak az előadásban kisebb epizódszerepekben, és nagyon büszke vagyok, és hálás nekik, hogy emelik a fiatalokat, és viszik ennek az egésznek a közegét. Deutsch! Bier, Krigli, Schramli, Gruppli! English, a cup of tea! Ah, italiano.
A Jó estét nyár, Jó estét szerelem című zenés színművet június 18-án a Rózsakert szabadtéri színpadon mutatja be a társulat, majd az előadás kamara darabként a következő évad repertoárjában is szerepel. A szeptembertől, a következő évad kezdésétől költözik be igazi, eredeti helyszínére, a Kródi kamarába, valójában ide készítettük, és én azt gondolom, hogy, akik a kamarában megnézik az előadást, azok nemes egyszerűséggel a közelsége miatt még olyan intim rétegeit is megélhetik az előadásnak, amire a szabadtérin, akár hogyha távolabb kerül az ember, nincsen lehetősége. Ott is természetesen szórakoztató lesz az előadás, és tudja, amit tud, de én azt szerintem az igazi pikantériája a kamarában érhető tettem. Amatőr színjátszó társulattal folytatjuk. A Zrínyi Alana Gimnázium Zigzug pódiuma Jean Teller dán írónő legismertebb művét, a Semmit állítja színpadra június 14-én a Művész Stúdióban. Vendégem Varga Ildikó, a dráma tanár, a pódium vezetője, és Barkóczi Eszter, aki ennek a darabnak egyik színésznője, és mellette sok-sok más, mert ahogy itt pár perc alatt megtudtam, Eszter ír, éppen emelt szintű érettségit tett most magyarból, és hát előtte van még rengeteg megmérettetés, a könyvhéten is fellép. Eszter, hogy fér beléd ennyi energia, vagy ennyi tetrekészség? Hát én ezt nem feladatként fogom fel. Egyrészt sem a színjátszót, sem az írást, sem ezeket a fellépéseket. Nyilván egy kicsit megterhelő, tehát azt nem fogom mondani, hogy nem megterhelő, de próbálom úgy alakítani, szeretek így aktív életet élni. Gondolom, hogy azért ez egy folyamatos olvasásra, folyamatos tanulásra van szükség, tehát aki abban az illúzióban él, hogy mondjuk egy emelt szintű érettségit pár hét tanulással meg lehet csinálni, azt gondolom. Hát bár meg lehet, csak akkor amellett az írás meg a színjátszás nem biztos, hogy beleférne. Igen, pont ezen gondolkodtam valamelyik nap, hogy még nekem is sokkal nehezebb volt felkészülni a pandémia miatt is, hogy ott is kiesett egy bizonyos időszak, de még annak, aki esetleg nem is érdekli úgymond az irodalom, vagy így az írás, vagy nem is annyira foglalkozik ezzel, annak mennyire nehéz lehet. Egyébként a pandémia talán arra jó volt, hogy egy picit jobban érzékenyítette az embereket, megmutatta ugye, hogy mi az, ami igazán fontos, mi nem, tehát valahol talán meg tudtunk egy picit nyugodni, vagy megállapodni, tehát volt azért ebben jó is. Tanítás szempontjából, vagy akár mondjuk színjátszás szempontjából nyilván csapnivaló időszak volt, hiszen nem lehetett találkozni, nem lehetett együtt lenni, most viszont mindezt be lehet pótolni. Ezt a fajta ilyen többletenergiát, vagy a hamu alatt lapuló kis szikrákat fel tudod használni mondjuk a felkészülés során? Hát mindenképpen, és leginkább azt tudnám mondani, tehát Eszter és a másik végzősöm, Barnut Lili a legjobb példa arra, hogy ez a darab most azért fog bemutatásra kerülni, mert egyébként még sok idő kéne, de most belehúzunk, hogy ők játszhassanak benne, ugyanis a Covid előtt voltak 9-esek, és most végzősök, és 3 darabunk ment úgymond a kukába, tehát nem tudtuk bemutatni, és a szeptembert már csak ők ketten kezdték el, és 15 új tag jött, és hát ezerrel azon dolgozunk, hogy végre megszülessen egy előadás, amiben ők is még benne tudnak lenni. Hogy fér ez bele időbe? Tehát ezek hivatalos órák, vagy pedig a tanórák utáni komoly órák? Így van, tanórák utáni, és tulajdonképpen szakkör formájában működünk. Hát most már gyakrabban próbálunk, de hetente egy alkalom, szerda az egy ilyen bő 3 órás foglalkozás, és hát az elején értelemszerűen csapatépítésről szólt, mert az új tagokat, kis tréning, kis ismerkedés, rengeteg drámapedagógiai módszerek, amik jók arra, hogy egyáltalán megismerjem őket leginkább, és aztán a következő lépés az, hogy milyen nehéz, 17, 18, 20-an kezdtük, csak páran föladták közben, mert
nem, idejükben nem fért bele, olyat találni, hogy mindenki feladatot kapjon. És ez nagy kihívás mindig, minden évben. Az egész azt gondolom, hogy most, ha maradunk a darabnál, aminek semmi a címe, az egész nem semmi, hogyha ezt mondhatom. És ráadásul ugye sokan azt gondolják, hogy ennek az a lényege, hogy ott valamit megtanul, aztán mehessen a színművészeti főiskolára, vagy előadó művész lehessen, de szerintem sokkal inkább egy önismeret, egy olyan személyiségfejlesztő alkalom, amikor pont az ilyen zivataros századok közepette egy kicsit talán az életnek az igazi ízét vagy magiát meg lehet találni. Éppen ma reggel beszélgettem az én középiskolás lányommal, aki azt mondta, hogy anya, a generációm nagy része teljesen talajvesztett, és nagyon sokan azért élnek ilyen önpusztító életet, hogy minél hamarabb vége legyen, és ezt annyira elkeserítő hallani. És amikor azt mondtad, hogy a darab nagyon kemény, akkor egy picit úgy ide flesseltem vissza, hogy vajon miről szólhat ez az előadás, és ki választotta. Hát nagyjából arról, amit a lányod mondott. Tehát igazából ez kortárs írónőről beszélünk, egy dán írónőről, akit 10-15 éve írta, most nem tudom pontosan ezt a darabot, akkor betiltották, majd kötelező olvasmányát tették. Dániában. És 8. osztályos gyerekekről szól, ahol az egy év, 8. év elején az egyik gyerek föláll és közli a tanárnővel és az osztállyal, hogy semminek nincs semmi értelme. Ezt eddig is tudta, de hogy nem is érdemes semmit sem csinálni, erre most jött rá, és föláll és kimegy. És fölül a regény szerint a kisvárosuk szilvafájának a tetejére, és onnantól kezdve onnan záporoztatja az emberekre azokat a gondolatokat, ami mindenkit foglalkoztat, csak senki sem meri kimondani, vagy nem akar szembenézni vele, hogy tulajdonképpen mi az értelme az életünknek. Hogy van-e értelme az életünknek, és hogy az mi? És ő azt állítja, hogy semmi értelme nincs. Ez egy borzasztóan kemény tükör, amiben ugye a nézőnek is bele kell nézni, és mivel nem láttam az előadást, és nem ismerem a darabot, nem tudom, hogy vajon hogy áll föl, hogy van-e értelme az életének, vagy össze kéne magunkat kapni és meglátni ezt, de ahogy a tükröt megmutatja szerintem az ember, az is borzasztóan fájdalmas. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz játszani az előadásban. Mik a tapasztalataitok, Eszter? Hát az előadás próbáit is nagyon sok gondolkodás, illetve az érzelmeink, a tapasztalataink megfogalmazása előzte meg. Köztük például volt egy feladatunk, hogy le kellett írni, hogy mi az élet értelme. És hát ugye valaki ezt pár szóban fogalmazta meg, valaki hosszabban. Én például írtam egy hosszabb bekezdést róla. Azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, bocsánat, hogy ez bekerült a darabunkba, és ezzel zárjuk. Mert én azt gondolom, hogy olyan fantasztikusan tudtam Esztert megfogalmazni ezt az egészet, és a darabunk ezzel zárul. És hogy mi a nehézsége ennek az egésznek, illetve nem is nehézsége, azon sokat töprengtünk, hogy ez megcsinálhatjuk-e. De én bízom benne, hogy úgy sikerül majd megcsinálni, hogy nagyon sokat fogunk a közönség sokat fog nevetni is. Igazából az osztálytársak elhatározzák, hogy bebizonyítják Pierre Antonnak, nálunk Karen Anton, mert két fiunk van és 18 lányunk, szóval nálunk lány ez a nihilista, és hogy bebizonyítják neki, hogy igenis van értelme az életnek, és azt találják ki, hogy létrehozzák a fontos dolgok halmát, hogy mindenki bead valamit, ami a legfontosabb neki. Szóval én tényleg azt kívánom, Eszter, hogy a generációid minden tagja megtaláljon legalább egy-egy kis szikrát ebből a boldogságból, vagy ebből az örömből, ami ezt a semmit, ami olykor mindannyiunkra ráül, valamivé varázsolja. Egyébként Lárban volt ez, hogy a semmi az van, tehát a semmi az nincs, viszont valóban van a semmi, mégpedig a Zigzug Pódium előadásában június 14-én a Művész Stúdióban. Gondolom, hogy lehet jegyeket venni, de érdemes egy picit előre okosan, nehogy ott aztán azzal szembesüljünk, hogy nem férünk be. Mindenképpen az iskolában
általában, ha valaki szeretné megnézni, külsős ott kell jeleznie, mert főleg a diákságunknak és a szülőknek készül. Hát akkor Eszterként tolmácsold a többieknek is, neked pedig azt kívánom, hogy az olykor ilyen nagy-nagy semmiben, hogyha tudod, hogy azért benned meg ott van az a csillogás, akkor ne hagyd, hogy a szürkék átvegyék az irányítást, mert nagyon fontos szerintem, hogy a fény megmaradjon, főleg, ha olyan tanárnő áll előttetek, mint Varga Ildikó, aki már ugye számos színpadon bizonyította, hogy az irodalomnak meg a művészeteknek éltető ereje van, és elvarázsol minket a szürke hétköznapokban. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Históriás ének címmel nyílt kiállítás a Szepesi Béla nyíregyházi grafikus művésznek a Kálai gyűjteményben. A tárlat június 19-éig látogatható. Így néznek ki a linó metszéshez szükséges segédeszközök, amelyek nélkül nem készülhet korhű metszet. De a véső és a parafa mellett más hozzávalóra is szükség lehet. Szepesi Béla grafikus művész legújabb nyíregyházi kiállítását például egy 17. századi útikönyv, valamint a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójának közelsége inspirálta. Megjelent egy könyv, nem olyan régen, az 1680-as években Daniel Spernek a Magyar Simplicissimus című alkotása, ami teljesen véletlenül akadt a kezembe, és amikor végigolvastam, meg azt is, amit róla írtak, hiszen a magyar irodalom történetében is jelentős szerepet tölt be. Tehát egy olyan szerzőről van szó, aki a 17. században élve bebarangolta az akkori magyar területeket, tehát a királyi Magyarországot és Erdélyt, valamint a hódoltság területének is egy részét. Gyakorlatilag egy árva gyerek volt, aki saját erejéből küzdötte fel magát, és hát különféle hivatalokat töltött be, de elsősorban zenész volt, és mint tábori zenész került az akkori erdélyi fejedelmek, illetve egyéb főuraknak a szolgálatába. És azért érdekes a személyisége, mert az idegen szemével, tehát egy wroclawi, avagy régen neven boroszlói német szemével látja az akkori magyar városokat, Bártfát, Lőcsét, Eperjest, Nagyváradot, és így még lehetne sorolni, és leírja azt, hogy milyen volt az ottani élet. És azt arra is nagy gondot fordít, hogy ezeket a viszonyokat, tehát a piactól elkezdve az életkörülményeket is nagy aprólékossággal mutassa be. De az ő nevéhez fűződik az is, hogy a Kárpátokat ő, nem az, hogy ő mászta meg először, hiszen a pásztorok ott jártak, meg a hegyi rabok, akikkel nyilván összeütközésbe is került, de ő volt az, aki leírta először a Kárpátoknak ezeket a csodálatos területeit, hát itt nyilván elsősorban a Tátráról van szó. Azok a kultúra hordozó elemek, amelyeket itt megragadott a Daniel Sper, azok mindegyike a mai határokon kívül van. És ennek az aktualitását az adja, hát itt éppen ugye a trianoni évfordulóhoz közeledve, hogy tulajdonképpen azok a városok, azok a területek mentették át mi számunkra, a mai Magyarország területén élők számára, amit egyáltalán magyar kultúrának nevezhetünk, és azt is bemutatta, hogy ez mennyire kapcsolódik az egyetemes történelemhez, az egyetemes kultúrához, és arra is utal, hogy ezek a városok épp olyan gazdasággal, gazdaságossággal rendelkeztek, mint a nyugat-európai városok. Kiválasztottam 12 várost, amelyeket ebből a szempontból jelentősnek tartok, és ezekben olyanok is vannak, amelyek már szinte elvesztették jelentőségüket, mint például Homonna, pedig hát akkor szinte az ország központjának volt tekinthető az ott uralkodók miatt. A másik ilyen apropója ennek az egész dolognak, már a kiállítás létrejöttének, az, hogy kaptam a Magyar Művészeti Akadémiától egy szakmai ösztöndíjat, amihez ki kellett találnom ezt az egész feladatot, hogy mit fogok végrehajtani az egy év alatt. Hát ez már rögtön adódott, úgyhogy ez is egy másik dolog. És ez az ösztöndíj ösztönzött arra, mert mi más dolga lehetne egy ösztöndíjnek, mint az, hogy ösztönözzön, hogy nem ezt a kiállítást alkossam meg, hanem a nagy kiállítás részeit mutatom itt be. Hiszen azok a munkák majd nagyjából ilyen 60x150 cm-es metszetek lesznek, grafikák lesznek,
amelynek az itt bemutatott városok részeit képezik. Tehát ez mint egy puzzle úgy fog valamilyen formában összeillesztődni. Ugye ezeknek a városoknak, mint már említettem, Pozsony, Nagyváradot, Homonnát és a többit, ezeknek a korabeli látképei láthatók, de ez nem teljesen igaz, inkább azt mondanám, hogy a korabeli látképek, illetve a korabeli látképek alapján készített metszetek inspiráltak, és abban a stílusban készítettem el, mint a 16.-17. századnak az akkori vándor metszői, vándoralkotói. Az, hogy miért ilyen sajátos a kompozíciója, nagyon egyszerű a magyarázata, mert ez egy anamorfózisos rajz, ami azt jelenti, hogy értelmezhető így is, így egy sajátos ilyen körjellegű kompozíciót mutat, de hogyha ezt vízszintesre lefektetjük, és egy tükröző hengert teszünk a közepébe, akkor itt a tükörképen megjelennek ezeknek a valós rajzoltai. Tehát többféleképpen is értelmezhetővé válik, és hát ezzel is elég sokat foglalkozom, hogy egy rajz, egy festmény, amit készítek, annak ne csak egyfajta jelentés tartalma legyen, hanem több oldalról legyen megközelíthető, mindig nyújtson valami plusz információt. Ezért a rajzaimban is nagyon sok ilyen figura van eldugva, ami lehet, hogy tizedjére lát csak meg az ember. És hát a másik ilyen több rétegű jelentéstartalmak pedig ez a magyarázata. A Kállai gyűjteményben megnyílt kiállítást június 19-éig tekinthetik meg az érdeklődők. Köszönjük, hogy velünk tartottak most is, jövő héten is várjuk Önöket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!